A nyírcsahói önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül ez volt az utolsó, amely átfogó korszerűsítésre szorult, tájékoztatott a polgármester. Az épület rezsiköltsége magasabb volt, mint a helyi, négyszer nagyobb óvodának. Elkezdtük az okokat keresni, és hát rádöbbentünk, hogy nincsen leszigetelve fönt a tető, tehát gyakorlatilag ott a bent megtermelt energia szabadon távozott, a nyílászárók is nagyon rossz állapotban voltak, illetve hát nem voltak megteremtve azok a feltételek, ami a 21. század orvosi rendelőiben még egy ekkora kis településen is fontosak, hogy meglegyenek. Az épületet ezért leszigetelték, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszer gépészetét is. Ezzel jelentős költségeket takarít majd meg az önkormányzat. A rendelőben kialakítottak olyan helyiségeket is, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre. Ilyen például a betegöltöző vagy az irattár. A rendelő ünnepélyes átadásán Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy az új önkormányzati törvénytervezet szerint más feladata lesz a megyei önkormányzatoknak, ezzel a jövőben sokkal jobban tudnak majd alkalmazkodni a lakosság elvárásaihoz. Állampolgárok eddig is nem az intézményi működés miatt, annak esetleges elégtelensége vagy jó volt miatt kerestek meg, hanem fejlesztési elképzelésekkel, fejlesztési ötletekkel bombáztak. Egy sokkal kreatívabb, nagyobb felelősséget, és talán a megyei önkormányzat eredeti hivatásához jobban kapcsolódó feladatot jelent a jövőben számunkra, jelesül, hogy a hazai fejlesztési forrásokat és az Európai Uniós fejlesztési forrásokat áramoltassuk, juttassuk el azokhoz az önkormányzatokhoz, intézményekhez, akik ilyen fejlesztési feladatokkal pályáznának, vagy ilyen fejlesztési elképzeléseik vannak. Sokkal közelebb leszünk így az emberekhez, a fejlesztési lehetőségek is sokkal közelebb lesznek az önkormányzatokhoz, és egy egyértelműen politikai legitimációval rendelkező önkormányzati testület, helyi testület fog ezekben a pályázatokban dönteni, vagy ezekben a pályázati elképzelésekben dönteni. Nem lesz annyira átláthatatlan és olyan követhetetlen a pályázati eljárási rend, mint ahogy az elmúlt időszakban. Sesták Oszkár hozzátette, a változás 2012. január elején veszi kezdetét a parlament döntése után, ám 2014-től tudják a megyei önkormányzatok új feladataikat teljes egészében ellátni.